Mink Olivér, a CVS-e labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Egyebek mellett Pécsen focizott, továbbá Komlón, Újpestnél is játszott, de Ausztriába is igazolt. Edzői pályafutását a PVSK-nál kezdte, ahol csapatával az NB3-ban szerepeltek. Onnan Kozár Mislenybe, majd a PMFC-hez került. Először a stáb tagjaként asszisztens edző volt, majd később vezetőedző lett az NB1-ben. A következő szezonban a Pécs szakmai igazgatójává nevezték ki, ahol az utánpótlás akadémiánál dolgozott. Edzői évei egy részét is Ausztriában töltötte, a harmadosztályban, de újra hazajött, a Kaposvár szakmai igazgatója lett. A kaposvári évek után Mohácsra került fél évig, majd jött a Taksonyi utolsó fél év. Most pedig a Cegléd új vezetőedzője. Mint mondta, nagyon jó érzésekkel jött ide. Tudtam a híreket, hogy nagyok a körülmények. Volt egy csapat, aminek a magja, a gerince nagyon jó volt. Azt gondolom, a 10. hely talán mindenkinek csalódás volt, és a játékosokon látom, mindenki motivált arra, hogy előrelépjünk. Úgyhogy így jó érzése dolgozik az ember, ilyen közegbe, egy nagyon pozitív vagyok. Az edzések alapján úgy látja, nagyon jó együttes a Cegléd, de nyilván majd az ellenfélhez viszonyítva a bajnoki mérkőzéseken is sok minden kiderül. A vezetőedző úgy fogalmazott, le a kalappal a fiúk előtt, nagyon jól dolgoznak, mindenki nagyon beleállt a munkába. A játékosok győzni akarnak. Mink Olivér a terveiről is beszélt. Egy edző, amikor aláír a korona, kezdődik a visszaámlás, úgyhogy a tervek azok néha behatárolódnak a külső körülményektől is, de ugye egy csapatnál többféle szempont lehet. Lehet egy eredményességi szempont, hogy a bajnoki cím, vagy a dobogó elérése, ami nálunk szerintem azért titkon megvan. Ennél talán néha fontosabb tud lenni, hogy a helyi játékosokat beépítsük. Én azt mondom, hogy hála Istennek, hogy van 3-4 nagyon nagy tehetséges saját nyelvűs játékosunk a csapat környékén, akiket szeretnénk beépíteni. Azt gondolom, hogy ha az eredményes rovásra nem megy, akkor ez tud működni, mert nagyon nagy tehetségek. De van egy másik célja is. Szeretné, ha a csapaton és a klubon belül is nagy összetartó erő lenne. Nem csak a csapat, hanem a stáb között is. Mindenki dolgozzon össze. Továbbá szeretné, ha kialakulna egy olyan stílus, csapatfilozófia, ami kizárólag a Ceglédet jellemzi majd.